Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy milyen vita volt a BKV buszok kiszervezése a busztender körül. Tardos István nem először adott hangot annak a véleményének, hogy ő ellenzi ezt, azt mondja, hogy egész egyszerűen erre nincsen forrás. Valami miatt viszont a fideszes képviselőtársai azt mondták, hogy de, ennek így kellene lennie, hiszen megszavazták. Tardos István nem szavazott a döntéskor. Aztán György István, a főpolgármester helyettese, úgy nyilatkozott egy közleményben a döntés után, idézem, hogy Tarlós a lépéssel, mármint hogy György István mellé még két másik helyettesét is kinevezte, végső soron önmagát korlátozta, és a bosszú nem jó tanácsadó. Tarlós István a vendégem, jó estét kívánok! Csókolom, jó estét kívánok! A bosszú vezérelte önt a döntésekor? Hát erre nem reagálok, ezt intellektuálisan nem tudom követni, ezt az eszmefuttatást. Nem olyan nehéz. Valószínűleg nekem igen. Lehet, hogy képességbeli problémáim vannak. Itt arról volt szó, és György Pistával azóta ezt már tisztáztuk is, hogy kell egy pénzügyi kontroll a PKK-nál, egy profi pénzügyi kontroll, és erre Bagdi Gábor főpolgármester helyettes, ugye 5 főpolgármester helyettes van, kiválóan alkalmas. Muszáj odafigyelni, mert valóban az a helyzet, hogy a budapesti közösségi közlekedés működési finanszírozásához szükséges források mértéke az alsó hangon, ahogy mondani szokták, 140 milliárd forint. Ebből pillanatnyilag 50 milliárd, ami teljesen biztos, a jegy és bérlet bevételek. Bízom benne, sőt, e pillanatban hadd fogalmazzak úgy, hogy bizonyos is vagyok benne, hogy a kormánnyal megoldjuk ezt a problémát, de az a helyzet, hogy addig fogyasztgatni ezt az 50 milliárdot a BKK-nak bármilyen okból is nagyon kockázatos, mert a végén esetleg nem maradt pénz a BKV működtetésére. Ezek észérvek, és mindig, amikor elmondta, hogy miért ellenzi, vagy nem tartja időszerűnek a busz tendert, vagy a busz kiszervezés, vagy bizonyos járatok kiszervezését, az teljesen világos volt. Az viszont számomra nem világos, hogy mégis mivel érveltek a fideszes képviselők. Tehát akkor, amikor másfél órával később kezdődött az önkormányzat ülés, vagy a közgyűlés, akkor nyilván vitáztak, nyilván érveltek. Mit mondtak ők, tehát milyen érvük volt nekik? Hát gyakorlatilag ők, megértem én ezt, mert én is vágyom arra, azt szeretnék, hogy legyen egy gyors és viszonylag látványos eredmény. Kétségtelen, hogyha megjelenik néhány tucat jó minőségű busz az utcákon jövő nyáron, ez érzékelhető lesz a budapestiek számára, de három problémám volt. Az első és legfontosabb, amit próbáltam érzékeltetni, ez a finanszírozás. Tehát amíg én a város és a BKV finanszírozását nem látom stabilnak, addig nagyon óvatos vagyok a költekezéssel. A másik, hogy ezek a buszok nem a város tulajdonába kerülnek. Itt nem arról van szó, hogy buszokat vásárol a főváros, hanem szolgáltatást bíz meg. Ezek a buszok nem kerülnek a város tulajdonába, addig itt vannak, amíg a szerződés tart. Aztán a végén azt mondják, hogy jó, kérem, hát a város megveheti ezeket, ha külön kifizeti. A harmadik problémám pedig az, hogy ez a cég javarészt nem magyar tulajdonú. A kormánynak is az elképzelése, és ezen én egyébként egyetértek, hogy a magyar gyártó kapacitást valahogy összefüggésbe kell hozni, és házasítani kell a közösségi közlekedésben résztvevő járművek csere igényével. Hát ez a mostani lépés, ez nem feltétlen harmonizál a kormánynak, és nekem ezzel az elképzelésével. És ezeket az érveket nem fogadták el a fideszes képviselők? Nagyon sikerre éhesek. Én valahol értem a gondolkodásukat, csak ők képviselők, én pedig Budapest főpolgármester vagyok, tehát kénytelen vagyok egy kicsit másképpen gondolkodni. Nekem a teljes költségvetés egyensúlyba tartását kell megcéloznom. Higgye meg, ezek nem alapvető vagy lényegbeli különbségek a frakció, illetve ezek a részletekbe bocsátkozás nélkül. Ezek nagy különbségek. Igen, mondjuk a módszerbeli különbségek nem lényegtelenek, de inkább módszerbeliek. Úgy mondanám, hogy a frakció egy része is köztem, hát nyilván nem akartam, hogy a frakció megosztottá váljék, ezért
úgy gondoltam, hogy helyesebb, ha egyedül nyilvánítom ki ezt az álláspontot, de a lényeg az, hogy szeretnének egy gyors sikert, és valóban a járműállomány nagyon rossz állapotban van, de nem csak a buszok. Megmondom önnek őszintén, a legjobban nem is a buszok miatt fáj a fejem, az én fejem a legjobban a hármas metró szerelvényei miatt fáj. Meg a hármas metró pályaszakaszai miatt, ahol most már bizonyos pályaszakaszokon csak 35 km-es sebességgel tudnak közlekedni a szerelvények. Ez valóban veszélyes. Ezzel a gyors sikerrel önt vihetik jégre. Tehát, hogyha nem lesz pénz, hogyha lesznek csillibili buszok, itt lesz a gyors siker. Nagyon tetszik majd nekünk, a közlekedőknek, hogy milyen szép ez a busz, kényelmes és gyors és pontos is, de közben meg nem lesz pénz a metró üzemeltetésére, tehát hogy valami, akkor nem azt fogja mondani Budapest lakossága, hogy a Fidesz frakció tagjai valamikor 2012. októberében magát fogják szidni. Nézze, ez se kizárt, különösen ha az ön logikája szerint járunk el. Lassan én Móriczka szerepébe kerülök önnél. Mindenről én jutok az eszébe, ne reménykedjek? Hát akkor hagyjuk is. Maximum, ha lerobbant BKV buszokról jut eszembe. Na de bocsánatot kérek, én nem arra gondoltam, a Sisi. Pontosan erre gondoltam én is, nem csak buszokra, metrókra is. Az a helyzet, hogy nem véletlenül nem szavaztam én ennél az előterjesztésnél, és én óvni tudom majd a frakciót éppen a szavazatommal, meg esetleg a szavam súlyával abban az esetben, ha itt komolyabb forráshiány keletkezne a BKV-nál. Hogy óvja őket? Hát senki nem azt fogja mondani, még egyszer mondom, hogy a frakció így akarta, a frakció gyors sikert akart. Mit csinál ez a tarlós? Hát már a BKV is leállt, ezt fogják mondani. Nekem is van fantáziám, de néha nehezen tudom felvenni a lépést az ön elképzelt történeteivel, úgyhogy ezzel meg csak próbálkozom. De hogyha így lesz, tehát azt ön mondja, hogy erre nincs pénz, azt ön mondja, hogy 140 milliárdból összesen 50 milliárd az, ami pillanatnyilag biztosított a BKV üzemeltetésére. Tehát ön mondja ki az alapigazságot, én ezt már csak tovább gondolom, az 50 milliárd nagyon kevés a 140-hez képest, és hogyha nem lesz több, ha nem sikerül többet előteremteni, akkor bizony önt fogják ezért okolni. Adhatok egy tanácsot önnek kivételesen? Hát, mondhatom. Ne gondolja tovább. Ön nem szokta? Az egy dolog, hogy én tovább De gondolom. De csak egy más logika mentén, mint ön. És akkor ön hogy gondolja tovább? Ezt nem mondom meg. Miért? Hát, mert pillanatnyilag jó ötletnek látszik. Hát senki nem arra fog már emlékezni, hogy ön akkor tartózkodott a szavazásnál. Abban maradtunk az elején, hogy ma ez nem így van. Hát ki? Hát a főpolgármester. Hát szerintem önt fogják hibáztatni, mert emlékezni fognak rá, hogy Kálmán Olga terelte ilyen hamis irányba ezt a logikát. Hát micsoda? Én önre fogok hibáltkozni. De kedves, ha leáll a BKV, akkor engem fognak hibáztatni. Nincs, együtt viszük el a balét. Hát ebben ne reménykedjen. Ez így van. Ön egy választott politikus, az én pedig azt fogják gondolni, hogy annyit vitatkoztak Kálmán Olgával egy hamis logika mentén, hogy teljessége félrevezették a közvéleményt. Azok a budapestiek, akik mennének dolgozni, de nem tudnak dolgozni menni, mert ők leáll a BKV, Isten ments, hogy ilyen legyen, azok nem arra fognak gondolni, hogy Kálmán Olga mit vitatkozott Tarlós Istvánnal. Nem, arra fognak gondolni, hogy Tarlós István egyebet csetett, mint harcolt a város pénzéért és a BKV működtetéséért. Én most arra gondolok, azt remélem, sőt erősen bízom benne, hogy lesz módjukban a végén azt gondolni, hogy Tarlós István és az Orbán Viktor vezette kormány megoldották ezt a problémát. Fideszes képviselők ellenszelének ellenére, vagy a ellentámadásának ellenére? Nézze, ők fideszes képviselők, én pedig Budapest főpolgármestere vagyok. Talán a gondolkodásunkban is ez a különbség. De ismétlem, és ezt komolyan mondom, higgye meg, nem a célokon vitatkozunk, a módszereken, abban önnek igaza van, hogy azok sem lényegtelenek, de azért más színű az én székem. Nem narancssárga ugyanúgy? Hát, nem. Van egy szimpátia, van egy nagyfokú azonosság vagy hasonlóság az értékrendben, de én soha nem felejthetem el, és ezt a Fidesz vezérkar is tudja, és nincs ellenére,
hogy az én elsődleges feladatom az, amire a budapestiek megválasztottak, és ettől én nem térhetek el. Ettől még a Fidesz elfogadta az én programomat. Na jó, de hát az ilyen akciókkal nem gondolja, hogy magát egész egyszerűen a fideszes képviselők ki fogják csinálni? Hogy érti ezt? Így, ahogy mondtam. Hát magának ez a rögeszméje. Nézd, a főpolgármestert megválasztotta a nép. A Fidesz támogatásával indult főpolgármester jelöltet, megválasztotta nem, a nép. És nem is tudom elképzelni, hogy más párt támogatásával elindulnék valaha. Nem, csak így teljes a mondat. És hát tudja, megjelentek az elmúlt két hétben olyan információk is, elsősorban az elektronikus sajtóban, amik egyszerűen nem vesznek tudomást hatályos jogszabályokról. Egy választott főpolgármester, tehát ezt ön is tudja, és nem is értem, hogy maga miért mindig ide akar kiukadni. Eljövünk ide vitázni arról, hogy mi legyen a fejlesztésekkel, mi legyen azzal a 177 milliárdnyi felszabadult forrással, ami az áfa per elvesztése miatt a közoknál megjelent, és milyen előkészített projektjeink vannak. Elmondom önnek, hogy mi a helyzet a BKV finanszírozásával kapcsolatban, mi a helyzet a busztenderrel kapcsolatban. De akárhányszor idejövök önhöz, és megcsodálom önt, ön mindig arra kanyarodik el, hogy akarnak-e, tudnak-e engem fideszes képviselők kikészíteni. Két éve ezt hallom öntől. Tudja, én meg mind csodálkozom. Két éve azt hallom látja, öntől, úgy tesz, mintha semmi nem történt volna. Két éve látja, hogy ez lehetetlen. Tesz, mintha soha semmi nem történt volna. Na, tudja mit? Most vagy témát váltunk, vagy azt csinálom, mint a pokorni egyszer magával. Ez mindig megfenyeget. Mert az az igazság, hogy ebből most pont elég volt. Most akkor vagy beszélünk a további értelmesen, vagy ülünk és nézzük egymást, de ennek, hogy maga állandóan erről akar nem sok értelme van. Polemizálni, ezt szerintem hagyjuk abban. Jó. Én nem polemizálok, egész egyszerűen, hát nehéz lesz. Egész egyszerűen kérdezni szoktam. Segítek, ha nehéz. Nem, köszönöm, hogy megbirkózom bele, de nagyon nehezen. Határeset. Hát különösen, hogyha ilyen értelmes válaszokat kapok. Szóval, hogy én semmi mást nem csinálok, mint kérdezek. Ez nem polemizálás. Egész egyszerűen azt látom, és most ön mondta ki, még egyszer visszamegyek, ennyi pénz van, ehhez képest ennyi meg nincs meg. Ilyen esetben busztendert kihirdetni, új buszokra bármilyen szerződést kötni, életveszélyesnek tartja. Ez az ön véleménye, más a fideszes képviselők véleménye. Én kíváncsi vagyok a hátterére. Megmondta, és azt gondolja, ez az én rögeszmém, hogy önnel szembe mennek a fideszes képviselők. Ez van, ezt látjuk. Ön pedig két éve úgy tesz, mintha semmi nem történne. Én ezt nem értem. Két éve birkózunk ilyen problémákkal. Ha van ilyen. Gondolja, de ez több, mint vita. Hát egész egyszerűen ön ellen dolgoznak. Én ezt látom. Ez nem az én rögeszmém, ezt látom. Hát miért nem, ha maga így látja, akkor miért nem kérdezi meg őket? Hát de önt kérdezem. Nézze, mi nagyon jól el vagyunk egymással, higgye meg. Tudja, ez jó ötletnek látszik, és az ön érzelmeinek valószínűleg megfelel, de az, hogy a sajtó egy része ezzel szórakozik két éve, aztán nem történik semmi érdemleges ezzel kapcsolatban. Ezt tudja, mi a gondolatom ezzel kapcsolatban, nem csak nekem, a kollégáimnak is, hogy önök valamiért nagyon nem szeretnék, ha itt mérhető lenne az a relatív teljesítmény, amit ez az új közgyűlés produkálni volt képes ilyen körülmények között is, és ilyen hagyaték mellett. Én a számok embere vagyok elsősorban, és nem a kommunikációs trükköké. Ha azt megnézi, hogy mekkora adósság, milyen lezüllesztett közszolgáltató cégek, milyen privatizációs szerződések mellett, mi az az eredmény, amit ebben a két évben elértünk, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek mindazok, akik azt próbálják bizonygatni, hogy itt 20 évig egy liberális városvezetés mellett volt valami, ami a város számára hasznos, aztán most meg itt ilyen kaotikus, veszekedős állapotok vannak. Nézze, maradjunk abban, hogy lehet, hogy veszekedős állapotok vannak. Ez így van, amit ön állít, annak valamennyi alapja kétségtelenül van. Tudja, mi ennek az oka? Nem.
ennek az az oka, hogy egy trágyadom maradt itt, és borzalmas nehéz rendet tenni, borzalmas nehéz ezt a város működőképes állapotban tartani, és itt a megoldásokat tényleg különböző utakon keresik. Keressük a pénzt, mindenki harcol a pénzért, a vidék is, Budapest is, a kerületek is, a főváros is. De ők most egymással harcolnak. Hát azért harcolunk egymással is, mert a pénzekért is harcolni kell, a megoldási módok között is választani kell. Az kétségtelen, hogy az én megoldási módozataim azok nem mindig elsősorban a politikai haszonszerzés szolgálják, hanem problémákat akarok megoldani. Én tudja, csak azt nem értem, hogy most is arra tereltem, máskor is, amikor beszélgetünk, arra terelte a beszélgetésnek a menetét, hogy önt a sajtó támadja, mi újságírók képzelünk bele nem létező helyzeteket az életbe, össze akarjuk ugrasztani a fideszes képviselőtestület fideszes tagjait a főpolgármesterrel, holott egész egyszerűen meghallgatom az érveit, és nem tudom, hogy miért érvelnek ön ellen a fideszes képviselők. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt. Ez nem összeugrasztás. Az a baj, hogy magának nincs ezt más gondolata. Tudja, mire gondolok? Nem nagyon érdemes magával bejönni, beszélgetni. Mert nem tud értelmes kérdést feltenni. Állandóan azon lovagol két éve, és nem hiszem, hogy a főnöke is előbb-utóbb ezért megdicsérik, mert ha magának két év óta egyetlen kérdése van, akkor nem nagyon érdemes magával beszélgetni. Én szívesen itt maradok és beszélgetek, és adok magának különböző nézőpontból megfogalmazott, különböző szavakkal kifejezett válaszokat ugyanarra az egy kérdésre, amit két éve föltesz, csak ennek sok értelme nincs. Na, az a helyzet, hogy szerintem a főnökeim akkor dicsérnek, és akkor szívnak, amikor ők ezt jónak látják, és semmiképpen nem akkor, amikor Tarlós István ezt sugallja, vagy gondolja, hát, vagy esetleg kimondja. Ez is igaz. Higgye meg, hogy mi a Fidesszel és a fideszes frakcióval akkor is úgy jövünk ki, és úgy egyezünk meg, vagy éppen vannak nézetkülönbségeink, és ezeket úgy rendezzük, ahogy mi jónak látjuk. Olyan konzekvenciákat vonunk le egymás vonatkozásában, amiket mi jónak tartunk. Nem pedig Kálmán Olga kívánságának megfelelően. Hát, ez az én kívánságom volt, hogy hogyan tartózkodott a szavazásnál? Ez az én kívánságom volt? Drága szerkesztőasszony, arra a kérdésére én adtam egy értelmes választ. Ezt általában 90-es IQ fölött meg szokták érteni, hogy ön nem értette meg, ez legfeljebb a kialvatlanságával hozható összefüggésbe. Minden nőt így szokott sértegetni, vagy ez csak én érdemlem ki magától? Hát nem, csak egyszerűen nem értem, hogy mi nem tudunk egy ilyen kérdésen túllépni, mikor ettől sokkal lényegesebb problémák vannak. Értelmes válaszokat kapok, akkor én azonnal túllépek. Nem lehet együgyű kérdésekre értelmes válaszokat adni. Gondolja? Ez a nyitja? Ez a titka? Nagyjából igen. Jó, akkor legközelebb majd a válaszainak megfelelően fogok kérdezni. Oké, köszönöm, hogy itt lehettem.